Börtönbüntetés, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettében hozott nem jogerős ítéletet a Nyíregyházi járásbíróság. Változott a magyar élelmiszerkönyv, ma lépett életbe a módosítás, megszűnt a házi kenyér megnevezés, több rozslisztet tartalmaznak ezentúl egyes pékárók. Nagyszabású fejlesztések, a következő két évben 6,7 milliárd forintot fordítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás korszerűsítésére. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettében hozott ítéletet a Nyíregyházi járásbíróság. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Első rendű BP vádlott Tata a Nyírvévé Kft. Ügyvezető igazgatóját nem jogerősen 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 5 évre eltiltotta attól, hogy gazdasági társaságokban vezetői tisztségviselő pozíciót töltsön be. Másodrendű DP és harmadrendű NJ vádlottat egyenként 3-3 év börtönbüntetésre és 3-3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, a Nevut Kft-t, mint önálló jogi személyt pedig 15 millió forint pénzbírsággal sújtotta, tájékoztatott közleményében a törvényszék. Elsőrendű vádlott a Nyíregyházi Nyírvévé Kft. Ügyvezetőjeként útfelújítási munkálatokat végeztetett több vállalkozóval, akikkel fix óradéban állapodott meg. Később azonban egyes vállalkozók részére olyan kifizetéseket biztosított, amelyek messze meghaladták a már évek óta alkalmazott kölcsönösen előnyös díjakat. 2011. december után ismét más rendszert vezetett be, ezáltal 2012. márciusában több mint 29 millió forinttal többet fizetett ki a vállalkozók részére, áll a közleményben. Elsőrendű vádlott rövid időközönként olyan intézkedéseket tett, amelyek az okszerű gazdálkodással ellentétesen egyes üzleti partnerek részére indokolatlan előnnyel jártak, miközben a Kft. Vagyonát indokolatlanul csökkentették. A második vádpont szerint 2012. őszén az első rendű vádlott, mint ügyvezető, el nem végzett földút stabilizálási munkákért fizetett ki díjat harmadrendű vádlottnak, mint egyéni vállalkozónak és a harmadrendű vádlott cégének. Ezeket a munkákat nem végezték el, de erről a másodrendű vádlott valótlan tartalmú teljesítési igazolásokat állított ki, és ennek alapján a harmadrendű vádlott valótlan tartalmú számlákat nyújtott be. Szándékos tevékenységének eredményeként a Kft. Összesen több mint 82 millió forint vagyoni hátrányt szenvedett el, tájékoztatott a törvényszék. A bírósága a módosított ügyészi vád alapján állapította meg a tényállást, amely hűtlen kezelés büntette, gazdasági csalás büntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége. Az ítélet nem jogerős, az ügyész 3 napot fenntartott a nyilatkozattételre, a vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A Nevut Kft. Képviselője is fellebbezést jelentett be a szankció mellőzése érdekében, áll a közleményben. A Nyírvévé ügyvezetője az ítélet kihirdetését követően azonnal benyújtotta lemondását, amelyet Nyíregyháza polgármestere elfogadott, hangsúlyozva, hogy mivel az ítélet nem jogerős, az érintetteket az ártatlanság vélelme továbbra is megilleti. Az új ügyvezető kinevezéséről a város polgármestere gondoskodik, közölte közleményében a megyeszékhely sajtószolgálata. 1994 óta nem történt ehhez hasonló elmarasztalás gazdasági társaságok vezetőinél, nyilatkozta az MSZP megyei alelnöke az elsőfokú ítélet kapcsán. Csabai Lászlóné hozzátette, bár a büntetés mértéke még változhat, az ügy mindenképpen imázsrombolás. Ebben az ügyben nem csak az ügyvezető, hanem a felügyelőbizottság elnöke is felelős, hiszen az a több évtizede a vállalatnál dolgozó munkatárs, aki felfigyelt erre az esetre, először nem az ügyészséghez ment, hanem a felügyelőbizottság elnökéhez, és tőle kérte, hogy vizsgálatot végezzenek. Ez a vizsgálat nem történt meg, intézkedés nem történt. A polgármester felelősségéről tartott közös sajtótájékoztatót Lővei Csaba, az Együtt Nyíregyházi elnöke, és Helmeci László, az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedéséért egyesület elnöke. Kiemelték, a Nyírvévé vagyon a közvagyon, ezért is fontos feladat megvédeni azt. A választáskor megbízzuk a testületet, hogy képviselje a mi érdekeinket, ugye?
ez a testület, ez a fideszes többségű testület a tulajdonosi jogokat átengedte Kovács Ferencnek. Annak a Kovács Ferencnek, akit én az önök sajtótájékoztatóján, sajtóban mindenütt felhívtam a figyelmét arra, hogy legyen szíves a város vagyonának a visszaszerzése érdekében ebbe az ügybe a büntetőbíróságon előterjeszteni a polgári jog igényét a városnak. Ma lépett életbe a Magyar Élelmiszer Könyv tavalyi módosítása. Megszűnt a házi kenyér megnevezés, több rozslisztet tartalmaznak ezentúl egyes pékáruk, és meghatározták azoknak a termékeknek az összetételét, amelyek eddig nem szerepeltek az élelmiszerkönyvben. Áremelkedésre azonban nem kell számítani. Ezt az információt a Magyar Pékszövetség alelnöke is megerősítette televíziónknak. A december 19-én megváltozott élelmiszerkönyv fontos változásokat vezetett be a sütőipari termékek körében. Ennek türelmi ideje ma, június 22-én járt le. A módosítás azoknak a termékeknek definiálja az összetételét, amelyek eddig nem szerepeltek a magyar élelmiszerkönyvben. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke szerint minőségi változást eredményez a módosítás a sütőipari termékek gyártásában és forgalmazásában egyaránt. Az alapvető kenyérfajták a félbarna kenyér, a fehér kenyér, a búza kenyérnek az összetételére vonatkozóan nincs változás, viszont azon termékek, amik speciálisak, és az utóbbi időkben jelentek meg, gondolok itt a graham kenyérre, a teljes kiélési kenyérre, a kukoricás kenyérre, a dos kenyérre, tehát itt egy nagyon jelentős előírás változások következett be. Legjelentősebb változás az, hogy a rozsos kenyerek esetében például az eddigi 15%-os rozstartalom helyett minimum 30% rozslisztet kell tartalmazniuk a termékeknek. A rozs kenyérben pedig az eddigi 40%-ról 60%-ra emelkedik ez az arány. Az élelmiszerkönyv azt is szabályozza, hogy ezentúl nem forgalmazhatnak például 60, 70 vagy 90 dekás kenyeret. Ezentúl 4 kg-onként kell majd méretezni azokat. További változás, hogy megszűnik a házi kenyér vagy házi kenyér jellegű megnevezés is. A vásárlóknak ezentúl lehetőségük lesz a termékek összetételéről is részletes tájékoztatást kapni. A megvásárolt terméknek az összetétele vonatkozóan a kereskedőtől, a forgalmazótól információt kérjen. Kérje el a gyártmánylapját a terméknek, és keresse azt a terméket, ami a legjobb ízű, legjobb minőségű. Valóban benne van a rozs, valóban benne van a graham termék, és nyilván ő nem érzékeli a vevő, de azt hiszem, hogy ha összehasonlítja egy másikkal, azon gyártóval, aki betartja a szabályt, betartja a törvényt, akkor lehetősége lesz arra, hogy legjobb minőségű terméket válassza. Nagyon fontos a vevő tájékoztatása. Egy 2010-es felmérés szerint egy fő évente átlagosan 43,3 kg kenyeret fogyaszt hazánkban. Ez az egyik alapvető és legfontosabb élelmiszer, ezért sem mindegy, milyen minőségű sütőipari termékeket árulnak a pékségekben vagy az áruházakban. A következő 2 évben 6,7 milliárd forintot fordítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás korszerűsítésére, hangzott el egy kisvárdai konferencián. A városban a tervek szerint egy beruházás eredményeként biogáz segítségével fűtik majd a távhős lakásokat. Az elmúlt év végén a Klímabarát Települések Országos Szövetsége, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány elindított egy programot, amely a klímaváltozás okozta problémákra igyekszik felhívni a figyelmet és keresi azokra a megoldást. A rendezvény sorozat csütörtöki állomásán Kisvárdán a hulladékgazdálkodás volt a középpontban. Jelenlegi legnagyobb kihívásunk a szelektív hulladékgyűjtésnek a továbbfejlesztése, ami egyrészt igényli a lakosság nagyobb arányú bevonását, illetve olyan infrastruktúra elemek létrehozását, amelyek lehetővé teszik a szelektív hulladékgyűjtését, illetve válogatását is. Ebből következően a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladék gazdálkodási társulás egy újabb projektjavaslatot ad be, amelyet a kormányzat támogatásban is részesít.
az elkövetkezendő két évben 6,7 milliárdos forintos értékben valósulnak meg beruházások a megye területén, döntően a jelenleg is meglévő három hulladéklerakó területén, Kisvárdán, Nagyecseren és Nyíregyházán, de létrejönnek például terveink szerint új hulladékudvarok, ahova a lakosság bevéheti a nála felhalmozódott szelektív hulladékot. Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere elmondta, tervezési szakaszban van egy olyan beruházás, amelynek hatására jelentősen csökken majd a fűtési energia előállítási költsége a városban. A következő lépés egy nagyon komoly beruházás, a legnagyobb Kisvárdán, ahol a szelektív gyűjtés eredményeképpen biogáz fejlesztés fog történni, és ez a biogáz a távhőt fogja segíteni, és egy olcsóbb energiaforráshoz fog jutni a város. A rendezvény sorozat következő állomásán, szeptember 20-án Nagykállóban az üvegházhatás jelenségeivel és az épület energetikával foglalkoznak majd a szakemberek. Elsősegélyládákat és defibrillátorokat kaptak a járási hivatalok. Az életmentő eszközöket ma adták át a megyeházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal járási hivatalaiban és a kormányablakokban naponta több száz ember fordul meg. Ilyen ügyfélforgalomnál elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb rosszullétek és az akár hirtelen fellépő szívproblémák is. A laikus elsősegélynyújtást és a defibrillátor használatát a megyei tisztifőorvos mutatta be a rendezvényen. A mai nap több mint 4 millió forintból nemzeti forrásból átadtunk adni a járási hivatal vezetőknek 21 darab elsősegélydobozt, illetve 13 defibrillátor készüléket. Ami azért is fontos, ugye az életmentés az állampolgári kötelezettség, és nyilván a mai világban az már megengedhetetlen, hogy egy járási hivatal ne rendelkezzen ilyen elsősegélynyújtásra alkalmas készülékkel, illetve életmentő készülékkel. Én remélem, hogy a kollégáimnak nem kell ezt a mindennapban használni majd, de nyilvánvalóan az a cél, hogy minden kolléga ismerje ezeknek a működését. Hat új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely jelenleg 88 nevezetességet jegyez. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Világbajnoki ezüstérmes lett Pap Claudia, a nyíregyházi kosársuli játékosa. A franciaországi Nantes-ban szerda éjjel fejeződött be a 3x3 világbajnokság, amelyen egészen a döntőig menetelt a nyíregyházi kosarast is soraiban tudó magyar válogatott. Az új edző Kondás Elemér irányításával elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. A tréner munkáját Erős Gábor, Kocsis János, valamint Szabó Attila kapus edző segíti. Egyelőre a kölcsönből visszatérő Molnár Róbert és a Szolnokról érkező kapus Molnár F. Tamás számít új játékosnak. Hat új értékkel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár, amely így jelenleg 88 nevezetességet jegyez. Most már a Mándoki Forgács és a Tiszadobi Andrássy kastély is megyei érték lett, valamint a Tuzséri Jonatán Alma, a Kállóseméni Mohostó természetvédelmi terület, a Nagyecsedi Szivattyú telep és a Harangodi Erdészeti Erdei Iskola is felkerült a listára. Ez a Harangodi Erdészeti Erdei Iskola kilátója, innen a Tokai hegy és a Zemplén vonulatai is jól láthatóak. Az Erdei Iskola 2005 óta működik, évente közel 1000 diák vesz részt itt valamilyen programon. Akadnak, akik egy napra érkeznek Harangodra, de vannak, akik több napot vagy akár hetet itt töltenek. A minősített Erdészeti Erdei Iskola most megyei érték lett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottság alelnöke arra emlékeztetett, június 13-án tartották utolsó ülésüket, ott hozták meg az ezzel kapcsolatos döntést. A beérkezett javaslatok közül a 82 már bent lévő javaslat 6-tal bővült, tehát 6 megyei érték lett elfogadva a legutóbbi ülésünkön. Ez a 6 megyei érték a Mohos természetvédelmi terület Kállósemjénben, a Forgács kastély Mándokon, az Andrássy kastély Tiszadobon, az Erdei iskola, ahol most is vagyunk itt Harangodon, a Jonatán almának a tuzséri Jonatán fajtája, illetve a Nagyecseri Szivattyú telep. Mind úgy gondolom, hogy ezek az értékek mind olyan jelentőségű és olyan minőségű értékek, amelyeknek helye kell, hogy legyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban. Az értéktári sajtótájékoztatón a Harangodi Erdészeti Erdei Iskolát üzemeltető társaság elnöke kiemelte, megtiszteltetés a megyei nevezetességek között szerepelni. Támba Miklós hozzátette, az itt táborozók azt is megtanulják, hogyan viselkedjenek és tájékozódjanak az erdőben, vagy éppen azt, hogyan kell az íjjal bánni, valamint két tanösvényen is sétálhatnak.
Megnézhetik a pagony tanösvényünket, amelyik egy erdészeti tanösvény. Ez közel 5,7 kilométeres, és ugye a csodálatos nyírségi tájban megláthatják a száraz homok füves pusztától a tölgyes erdőig, és a vizes élőhelyet is, a harangodi tavat, mert a tanösvény érint, és van egy őzike tanösvényünk, amelyen a erdejeinkben élő vadállatokat ismerhetik meg. Az erdei iskola szálláshelyeit a közeljövőben bővítik, összesen 20 szobával egészül ki az iskola. Világbajnoki ezüstérmes lett Papp Claudia, a nyíregyházi kosársuli játékosa. A franciaországi Nantes-ban szerda éjjel fejeződött be a 3x3 világbajnokság, amelyen egészen a döntőig menetelt a nyíregyházi kosarast is soraiban tudó magyar válogatott. A fináléban az oroszok 19-12-re legyőzték a magyarokat, akik így a második helyen zárták az új olimpiai sportág világbajnokságát. Ezüstéremmel zárta a világbajnokságot a magyar válogatott, amely azzal a céllal utazott Franciaországba, hogy bekerüljön a legjobb 8 közé. A nyitányon ugyan 2 pontos vereséget szenvedett az oroszoktól, a Károly Andrea, Jakab Máté edzőpáros által irányított csapat, a folytatásban azonban a kirgizeket, a németeket és a kazakokat is magabiztosan verték Papp Claudiáék. Szerdán pedig az egyenes kieséses szakaszban egészen a döntőig menetelt a magyar válogatott. A negyed döntőben először egy olyan csapatot vertünk meg, aki úgy gondolom, hogy egyénekre lebontva jobb játékosokból áll, mint a mi csapatunk. Majd utána az ukrán csapatot vertük meg a döntőbe jutásra való mérkőzésen, akik szintén egy nagyon fizikális, jól összerakott és masszív szerkezetű csapat volt. De a lányaink úgy gondolom, hogy csapatként küzdöttek, és elhitték, hogy meg tudják nyerni mind a negyed döntőt, mind az elődöntőt. Utána az oroszok ugye következtek a fináléban, akik közül egy Euroligában játszik, másik 3 pedig Európa kupában edződik, így bár némi sanszunk az elején volt, de igazából a végén győzelmi esélyekről nem lehetett beszélni. De nagyon-nagyon örülünk a szépen csillogó ezüstéremnek, igazából fehér aranyként fogjuk fel, és semmiféle csalódottság nincs a lányokban, nagyon-nagyon boldogok és büszkék. Büszkén viselik az ezüstérmüket. A nyíregyházi kosársuli játékosa Papp Claudia 21 ponttal járult hozzá az ezüstérem megszerzéséhez. Az irányító is maximálisan elégedett az elért eredménnyel. Még mindig nehezen fogom fel, hogy vagyunk a világbajnok második legjobb csapata. Eszméletlen jó érzés, nagyon-nagyon örülünk neki, de tényleg még egyszerűen nem tudjuk felfogni észrejelnek, hogy mit értünk el együtt. A válogatott csütörtökön Andorrába utazott, ahol a hazaiak mellett a németek, az észtek és a törökök ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt a magyar együttes. Az új edző Kondás Elemér irányításával elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. A tréner munkáját Erős Gábor, Kocsis János, valamint Szabó Attila kapusedző segíti. Egyelőre a kölcsönből visszatérő Molnár Róbert és a Szolnokról érkező kapus Molnár F. Tamás számít új játékosnak. A Kisvárda július 1-én Debrecenben játsza az első felkészülési meccsét. 31 játékos jelent meg a Kisvárda első szezonbeli edzésén, de közülük jó néhányan egyelőre csak próbajátékon vesznek részt az NB2 rajtjára készülő csapatnál. A tavalyi keretből távozott Ivancsics, Talabér, Rajci, Mincér, Fodor András, Fodor Ferenc és Erős Gábor. Utóbbi Kocsis Jánossal pályaedzőként segíti az új tréner Kondás Elemér munkáját. A kapusedző Petranis Szergely helyét Szabó Attila vette át, erőnléti edzőként pedig Vas Dávid dolgozik a játékosokkal. Akik közül a Cigándról, kölcsönből visszatérő Molnár Róbert és a Szolnokról érkező kapus Molnár F. Tamás számít új fiúnak. A vezetőedző szerint dolgoznak azon, hogy minél hamarabb kialakuljon a végleges keret. Ez folyamatosan ki fog alakulni. Most azért is vagyunk sokan, mert ugye a fiatal szabály miatt már a múlt héten is néztünk játékosokat, és most is még ezt a hetet és még a jövő hetet is arra fogjuk szánni, hogy ezeket a fiatal embereket megtaláljuk, és nyilván szeretnénk még minőségi játékost is igazolni, de először ezeknek meg kell találni a helyét, hogy hogyan tudjuk őket a csapatba illeszteni. Természetesen ki fog alakulni a keret. Én azt szeretném, hogyha a jövő hét végére már kialakulna a keret, és utána tudnánk dolgozni együtt. A kisvárdai csapat végig hazai környezetben készül, az első felkészülési meccset pedig a jövő hét végén játsz a Kondás Elemér együttese. Ma, holnap után délelőtt edzünk, egy edzés van, jövő héten már bejönnek a két edzések, és jövő hét végén játszunk egy edzőmérkőzés Debrecenbe, ahol a játékosok fél időt játszanak.
aztán a következő héten megint. Ugye teljes hét van, ahol két edzések szerepelnek a programba, és annak a hétnek a végén szintén van egy edzőmérkőzés, ahol még szintén egy fél időt játszanak a játékosok. Utána az elkövetkező hétvégén viszont már teljes 90 percet, tehát két meccset tervezünk, ahol a játékosok 90 percet fognak kapni, és a következő hétvégén is, tehát az utolsó előtti hétvégén is 90 percet kapnak, és utána pedig jön a bajnoki. Az NB2-ben a legutóbbi szezonhoz hasonlóan 20 csapat szerepel majd, az első fordulót pedig július 30-án vasárnap rendezik a másodosztályban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettében hozott ítéletet a Nyíregyházi járásbíróság. Elsőrendű BP vádlottat, a Nyír VV Kft. Ügyvezető igazgatóját nem jogerősen 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 5 évre eltiltotta attól, hogy gazdasági társaságokban vezetői tisztségviselő pozíciót töltsön be. Másodrendű DP és harmadrendű NI vádlottat egyenként 3-3 év börtönbüntetésre és 3-3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte, a Nevút Kft-t, mint önálló jogi személyt pedig 15 millió forint pénzbírsággal sújtotta, tájékoztatott közleményében a törvényszék. Ma lépett életbe a Magyar Élelmiszerkönyv tavalyi módosítása. Megszűnt a házi kenyér megnevezés, több rozslisztet tartalmaznak ezentúl egyes pékáruk, és meghatározták azoknak a termékeknek az összetételét, amelyek eddig nem szerepeltek az élelmiszerkönyvben. Áremelkedésre azonban nem kell számítani. Ezt az információt a Magyar Pékszövetség alelnöke is megerősítette televíziónknak. A következő 2 évben 6,7 milliárd forintot fordítanak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás korszerűsítésére, hangzott el egy kisvárdai konferencián. A városban a tervek szerint egy beruházás eredményeként biogáz segítségével fűtik majd a távfős lakásokat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 22-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. A Kárpát-medencében pénteken még folytatódik a hőség, de északnyugat felől egy hideg front éri el térségünket. Többfelé alakulnak ki heves zivatarok. Reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, csapadéknak kicsi az esélye. A nyugati, majd a délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Többfelé számítani kell zápor esőre, zivatarra. Helyenként felhőszakadási égeső is előfordul. A nyugati szél sok felé megerősödik, időnként viharossá fokozódik. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás kezdődik pénteken napközben. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Szombaton szárazabb levegő áramlik fölénk, kevés felhő zavarja a napsütést, kicsi a csapadék esélye. A hét utolsó napján egy újabb hidegfront okoz több helyütt záporokat, zivatarokat, a jövő héten is változékony időre van kilátás. Napos és erősen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek. A hét elején kevés helyen, a hét közepén ismét többfelé előfordul zápor, eső, zivatar. Az éjszakák alig nyújtanak felfrissülést, és a maximum hőmérséklet hazánk nagy részén a következő napokban is meghaladja a 30 fokot. Néhol 35-36 fokot is mérhetünk. A jövő hét vége felé hűlhet le néhány fokkal a levegő, akkor már az átlagosnak megfelelően alakul.